Kedves barátaink, a csoda megtörtént, a Mi Hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe, holott óriási ellenszélben kellett dolgoznunk, senki nem adott számunkra esélyt, mégis több százezer magyar ember segítségével ez sikerült, amit köszönünk nekik, de tovább kell mennünk, tudjuk, hogy nem állhatunk meg félúton. A jövőnek még sokkal tartozunk, szívós munkával lépésről lépésre kell kivívnunk céljainkat, a Mi Hazánk által elképzelt organikus társadalmat, ahol a munka hivatás, abban mindenki lelkileg is kiteljesedik, ehhez azonban három területen kell döntő változásokat elérnünk. Az első alaptételünk, hogy tisztességes fizetésekre van szükség, nem fogadjuk el azt az állítást, hogy az államnak nincs hatása a fizetésekre. Persze nem teszünk felelőtlen ígéreteket, tudjuk, hogy ez nem egyik napról a másikra lehetséges, de a Virradat programunkban lefektetett elvek szerint az önálló magyar nemzetgazdaság lehetőséget fog erre adni, és valljuk, hogy ha van politikai akarat, akkor lesz hozzá megoldás is, márpedig az elmúlt 30 évben egyik kormány részéről sem volt meg a politikai akarat. A második alaptételünk, hogy a tisztességes fizetéseken túl megfelelő magyar emberhez méltó munkakörülményeket kell teremteni. A törvénytelenségek, az embertelen bánásmód, a fizetetlen túlórák, az eltusolt munkahelyi balesetek világának véget kell vetni, mint ahogyan a most lévő munkaerőhiányt sem ázsiai és afrikai migránsokkal, vendégmunkásokkal kell megoldani. A harmadik alaptételünk, legyen hangja a magyar dolgozónak. Erős szakszervezetiségre, munkavállalói érdekképviseletre van szükség. Egyetlen magyar dolgozó se legyen az országban, akit ha bármilyen joghátrány él, akkor ne fordulhatna segítségért, ahol valós segítséget is kaphat. Mi arra teszünk fogadalmat, mint legerősebb ellenzéki párt, hogy érezve a magyar emberek egyre bővülő támogatottságát, ezen a rögös, de hitünk szerint győzelemmel véget érő úton tovább megyünk, mert tudjuk, hogy megbecsült magyar dolgozó nélkül nincs szebb magyar jövő.